Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin 2014-ben állapodott meg a paksi atomerőmű bővítéséről. A szerződés részleteit 30 évre titkosították. Paks 2 a tervek szerint 12,5 milliárd euróba, azaz mai árfolyamon 3900 milliárd forintba kerül majd. 10 milliárd eurót orosz hitelből finanszíroznak, aminél jelenleg lehetnek olcsóbbak is a piacon. Paks 2-ről vitafórumot tartott szerdán este az Ökopolis alapítvány. Magyarországon a nagy beruházások mindig többszörösébe kerülnek, mint ami a kiinduló állapot. Várható, hogy ez a bővítés akár 10 000 milliárd forintot is elérheti. A kormány képviselője szerint, ha el is szállnak a költségek, akkor az az oroszok baja lesz. Ráadásul azt mondja, ez csak egy hitelkeret, amiből Magyarország annyit hív le, amennyit akar, és ha talál olcsóbb forrást, használhatja azt is. A magyar kormány által megkötött megállapodások egy fix áras atomerőműre vonatkoznak. Tehát minden olyan költségvetményi kockázat, ami megfogalmazódik, ezt követően megfogalmazódhat, az a beruházó vagy a kivitelezőnek a kockázati körébe tartozik, nem pedig az államéba. A fórumon Márta Imre energetikai szakember, a Magyar Villamosművek korábbi vezérigazgatója amellett érvelt, hogy Paks 1 működési idejét kellene meghosszabbítani, és egyelőre nem szabadna belevágni a bővítésbe. A kormány szerint Paks 1 nem felújítható. Amikor már a NASA arra készül, hogy a Marsra küld embert, akkor mondjuk egy reaktor tartály kicserélése, az őszintén szóval nem egy nagy feladat. Te se a 73-ban megépített és felújított Skodáddal jársz. Tehát ennek azért megvannak az okai, tehát azért egy akkor megépített atomerőmű biztonsági kapacitásait összehasonlítani egy 2020-as évekhez közelítő technológiai szinttel, az ott eltelt évtizedek azért ebben jelentős nyomot hagytak. A paksi bővítést az Európai Bizottság is vizsgálta és engedélyezte a beruházást, az építkezés januárban kezdődhet. Eddig 98 millió euróba került a tervezés, és ennek kifizetéséhez már az orosz hitelből hívott le pénzt Magyarország.